A Metróért Egyesület szerint a 3-as metró konstrukciója, a járművek kialakítása és a biztosító berendezés rendszere nem sokban tér el a Moszkvában alkalmazottól, sőt, bizonyos pontokon még kockázatosabbnak is látszik. Ezért azt mondják, nem csak akkor lehet gond, ha kigyullad a szerelvény, hanem más okokból is. Közben az ellenzéki pártok is aggódnak a tegnapi tűzeset után. Szikrázott és füstölt is tegnap az egyik metrókocsi a 3-as vonalon, ezért kellett lezárni egy szakaszon és kihívni a tűzoltókat. Az elmúlt hetekben nem ez az első olyan eset, hogy valamilyen gond volt a vonalon. A metró folyamatosan jelez. A szocialisták szerint komoly a probléma, a városvezetés azonban nem kezeli helyén a történteket. Fideszes Tarlós István és a fővárosi fideszes vezetés orosz rulettet játszik a fővárosi emberek életével. A párt aláírásgyűjtésbe kezd a mielőbbi felújítás érdekében, szerintük ugyanis az államosítás semmire sem megoldás. Nem jelent garanciát az állam arra, hogy a meglévő műszaki problémákat feloldják. Gondoljunk csak az oktatásra. Az LMP szerint veszélyes játék, hogy az MSZP és a Fidesz egymásra tolja a felelősséget. A párt a kormánytól vár gyors megoldást. Elhangzott, hogy ígéret van arra, hogy az állam garanciát vállal a 3-as metró felújítására. Az LMP-nek egy kérdése van, a jövő héten melyik nap indul el a felújítás? Mert azért azt lássuk, hogy amennyiben ez nem indul el, akkor könnyen járhatunk úgy, ami most sajnos Oroszországban is megtörtént, hogy a metró halálos áldozatokat fog szedni. Az oroszországi baleset miatt aggódik a DK is. A párt szerint ugyanis a magyar és az orosz metró hasonló konstrukció hasonló veszélyekkel. Ezután szólítja fel a DK-t Arlós Istvánt, hogy látszatberuházások helyett a 3-as metró felújítására minden eszközt, pénzt, időt tegyen oda, illetve fejezze be azt a fajta politikai kalandorságot, ami arról szól, hogy a saját személyes politikai túlélése miatt halaszt olyan beruházásokat, amiben egyébként csatáznia kellene a kormánnyal. Az Együtt PM szerint a kohéziós alapból kellene finanszírozni a felújítást. Azt gondoljuk, hogy a forrása is meg lenne ennek a dolognak, azt gondoljuk, hogy felesleges stadionok helyett inkább biztonságos metrón közlekedhessenek az emberek. Az ellenzéki pontosabban szinte csak a szocialisták kritikáira Tarlós István közleményben reagált. Azt írta, a szocialisták 20 éven keresztül még problémafeltárás szintjén sem foglalkoztak a 3-as metróval. A főpolgármester szerint a párt úgy viselkedik, mint a kispadról bekiabáló focista, akit nemrég 3 öngól után cseréltek le.